Címzetes törvényszéki bírói kinevezést kapott június 15-én a Bíróságok Napja alkalmából megrendezett országos zárt körű rendezvényen Budapesten. Dr. Makra Zsuzsanna Anikó, Dr. Szél-Napsugár Ágnes, valamint Dr. Herceg Ilona a Kecskeméti Járásbíróság bírái. A jeles napon kitüntetésben részesült továbbá a Kecskeméti Törvényszék három tisztviselője is. Főtanácsosi címet kapott Törteli Tünde Ilona, Tanácsosi címet pedig Drozdikné Korsos Erika és Komár Eszter érdemelt ki. Dr. Makra Aniko Anikó 1994 óta dolgozik a járásbíróságon, 2003 óta ítélkezik bíróként, 2016 óta a polgári ügyszak csoportvezetője. Dr. Szélnapsugár Ágnes 2001-ben kezdte pályafutását a bíróságon, instruktorbíróként aktívan részt vesz az új generáció képzésében, emellett nemzetközi képzésen is többször képviselte már a magyar bíróságokat. Dr. Herceg Ilona 2003-ban nyert bírói kinevezést, évek óta a Kecskeméti Törvényszék cégbíróságára kirendelt bíróként tevékenykedik. A bírák mellett a kimagasló teljesítményt nyújtó igazságügyi alkalmazottak munkáját is elismerésben részesítették. Dr. Bicskei Ferenc a Kecskeméti Törvényszék elnöke helyi elismeréseket is átadott a bíróság napja alkalmából. Immár hatodik alkalommal került sor a Bács-Kiskun megye igazságszolgáltatásáért emlékérem átadására, melyet idén a munkatársak javaslata és véleménynyilvánítása alapján a megye igazságszolgáltatásáért végzett kimagasló szakmai tevékenységéért Surányiné dr. Pólik Edina, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnöke, valamint magas színvonalú munkájáért és közösségi aktivitásáért Tótné Kisprumik Emma törvényszéki képviselő kapott.